Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastja Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Vendégünk M. Nagy Miklós, műfordító, író, a Helikon kiadó vezetője, számos orosz, angol és spanyol remek mű magyarra ültetője. Vele beszélgetünk, reményénk szerint érdekesen háborúról, orosz-ukrán irodalomról, ezek viszonyáról. És ha már a háborút említettem, hadd kezdjem azzal, hogy van egy évfordulónk, február 24-e, az ugye nem olyan régen volt. Tulajdonképpen ez a fő oka, miért hívtunk, de azért hadd szúrjam még közben, hogy volt itt egy másik évforduló, 26-a a te születésnapod, amihez akkor itt gratulálunk. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mennyire örömteli vagy nem örömteli, egy ugye szép kerek szám. De tehát nem akartalak ezzel zavarba hozni, nem erről fogunk beszélgetni, hanem erről a másik évfordulóról. Te ugye az orosz irodalom, de hát az egész orosz kultúra, és nyilván Oroszország ismerőjeként, vagy az ottani viszonyok követőjeként. Egy évvel ezelőtt, vagy most már bő egy évvel ezelőtt meglepődtél, amikor kitört a háború? Meglepődtem, mint szinte mindenki. Nem sokkal a háború előtt, a Bécs Rádióban, ahol volt egy műsorom korábban az orosz zenéről, rockzenéről, főleg aztán az orosz kultúráról. Gazda Albert volt a vendégem, aki ugye egy újságíró, író, Kárpátaljáról jött át valamikor régen Magyarországra, és hát ő még nálam is jobban ismeri az oroszországi helyzetet, és vele beszélgettünk a műsorban, akkor én már egy kicsit ideges voltam, hogy hát ha tényleg lesz háború. Ő próbált megnyugtatni Albert, hogy nem, ez annyira irracionális, ennyire nem lehet hülye az orosz vezetés, ennek semmi értelme nem lenne, nem, de hogy nem lesz háború. Meg mások is ezt mondták, ugyanakkor én olyan írókat adtam ki hosszú éveken át, az Európa kiadóban, aztán a Helikonban is, akik azért, ha nem is pontosan a háborút, bár azt is, megjósolták, hogy történni fog valami egészen tragikus és katasztrofális Oroszországra nézve. Nyilván ez részben posztapokaliptikus irodalom, Gluchovszki, Sorokin, Tatjana Tolsztaja, Pelevin is részben, Dmitri Bikov, tehát csupa olyan írót adtam ki, ugye a rendszerrel nyilván szemben álló orosz írót, akik valamiképpen megjósolták, hogy mi következik elsősorban. Sorokint szokták ilyen nagy vártesznek, jósnak tekinteni az orosz irodalomban, aki ugye a 2000-es évek eleje táján már az Opricsnik egy napjában, meg több könyvében is megjósolta, hogy Oroszország milyen irányba megy majd, tehát hogyan erősödik a diktatúra és a militarizmus, és hogy ennek a következménye ezek szerint, az orosz írók szerint, meg a könyveik szerint Oroszország szétesése, felbomlása lesz, amiről mostanában ugye elég sokat olvasni, hogy ez a Putyin is nemrég nyilatkozott arról, hogy a nyugatnak az a célja, hogy Oroszország szétessen. Ez persze egy nagyon nagy kérdés, Szilágyi Ákos is sokat beszélt róla abban az interjújában, nem olyan régen, amit mostanában sokat idéznek, meg gondolom szinte mindenki olvasta, akit ez a téma érdekel. Bocsánat, ebben a szó, csak hogyha, ahogy mondtad, hogy megjósolták szerzők, ők Oroszországban mennyire vannak hatással az olvasó közönsége, vagy a közvéleményre, tehát mondjuk akkor Sorokin, vagy akár Pelevin művei hatnak, tehát hogy ez benne volt akkor az orosz köztudatban, vagy a kulturális köztudatban, hogy valóban lehet egy ilyen tragédia, valóban lehet bármiféle agresszióra számítani, vagy ez számunkra, ugye, mert itt zömében nyugaton élő orosz írókról van szó, akik Európa ezen felén is nagyon ismertek, de hogy ők otthon hatottak, vagy volt erre? Hát most már nyugaton élnek, de Sorokin például
a háború előtt Moszkva mellett élt részben, meg akkor már Németországban is volt háza vagy lakása, nem tudom, Berlin közelében. Ezek a legnépszerűbb orosz írók közé tartoznak. Tehát nem csak a nyugaton vagy a világban ismert, legismertebb orosz írókról van szó, hanem Oroszországban is a legnagyobb példányszámú írókról. Tehát egy új Pelevin kötet, vagy egy új Gluhovszkij kötet azért óriási példányban fogyott el. Mondhatnék hasonló példányszámú orosz írókat, de azok lektőrírók. Tehát a komoly magas irodalomból ezek a legnépszerűbb orosz írók. Tehát az orosz irodalomnak most ez a krémje emigrált. Tehát ez egy újabb emigrációs hullám. Ezek közül ma már gyakorlatilag senki nem él Oroszországban. Egy-két író a legnépszerűbbek közül, mint Kuzeljahina vagy Jevgenyi Vodolászkin Oroszországban maradt. Az ő helyzetük most nagyon bonyolult, hogy egyáltalán mit szabad mondaniuk, mit mernek mondani, milyen pozíciót foglalnak el úgy, hogy Oroszországban maradnak. Tehát ezeknek az íróknak nagyon nagy hatásuk volt. Nagyon nagy népszerűségük, nagyon sokan olvasták, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy állandóan emlegetjük ezeket a buborékokat, nyilván egy bizonyos buborékban volt hatásuk. Tehát az elsősorban a nyugatias gondolkodású, Putyin ellenes, liberális, ez persze egy leegyszerűsítő szó, vagy jelző ezekre. Elsősorban nagyvárosi, moszkvai, pétervári és még néhány nagyvárost mondhatnék értelmiségére hatottak ezek az írások, miközben nyilván a mély Oroszországban élő emberek nem nagyon olvasták őket, vagy nem nagyon ismerték őket azok az emberek, akikre a már jó másfél évtizede egyre erősödő putyini propaganda, a hazafias militarista, birodalomépítő propaganda hatott, ők nyilván kevésbé ismerték ezeket az írókat, és most, hogy a Oroszország kb. 140 millió lakosából hány emberre hatott a putyini propaganda, sokkal erőteljesebben, és hány emberre hatott ez a nyugatias, nagyon színvonalas Putyin ellenes, vagy rendszer ellenes, vagy posztapokaliptikus irodalom, hát én azt mondanám, hogy nyilván sokkal kevesebb emberre hatottak ezek az írók, mint ahány emberre hatott a putyini propaganda. Visszatérve a kérdésetekre, igen, nagyon meglepett a háború kezdete február 24-én. Abszolút sokként ért engem is, a feleségemet is, aki ugye elárulhatjuk, hogy orosz feleségem van, orosz nevelt fiam van, és azóta is ilyen sok hatás alatt élünk. Egyszerűen megváltozott az sok szempontból az életünk sok minden miatt, és hát nehéz feldolgozni, ahogy mi sem nagyon tudjuk lelkileg feldolgozni, és hát az orosz irodalom, amiről nyilván majd szó lesz, hát az orosz irodalom meg költészet is nagyon nehezen tudja feldolgozni ezt, ami most történik. És mondjuk a kultúrához való viszony, ugye, mert a kötetetben, ami egy önéletrajzi ihletésű, ugye nem is egy bombanő című kötetetben, ami az alcíme is jelzi, végső soron egy szerelmes könyv, vagy egy szerelmi vallomás Oroszország felé, legalábbis így is olvashatjuk, hogy ezen a háború sokja változtatott bármit, tehát, hogy máshogy ítéled meg, máshogy tekintesz az orosz kultúrára, akár a klasszikusokra, akár mondjuk, ahogy említetted a rockzenét, akkor mondjuk a könnyű zenei szcénára, tehát bármi e tekintetben változott benned a háború hatására? Változott, igen, bár hadd tegyem hozzá, hogy az önéletről rajzi ihletésű, nevezzük regénynek, vagy esziregénynek, az a ugye szerelmes regény volt az alcíme. Ja, bocsánat, igen, szerelmes regény. És lehet azt mondani, hogy szerelmes regény az orosz irodalomhoz, az orosz írókhoz, az orosz nőkhöz, de nem szerelmes regény általában Oroszországhoz. Tehát azért abban a könyvben ugye
sok fejezetében valahogy próbáltam megírni az Oroszországgal kapcsolatos nagyon ellentmondásos viszonyomat. Tehát én soha nem mondanám azt oroszosként, hogy én Oroszországot szeretem. Szeretem a Oroszországnak és az orosz kultúrának is egy részét. És mindig döbbenten láttam, érzékeltem, hogy mintha ebben az országban két teljesen különböző, vagy akár több teljesen különböző náció, vagy népcsoport, vagy nem tudom mi élne. Ezt egyébként sok orosz író is megfogalmazta, Gluchovszki és meg Dmitri Bikov is ezt az érzést, hogy miközben ugye jegyin, Rosszia, egységes Oroszország, ugye náluk is hasonló a propagandának ez az alapvető fő hívó szava, mint nálunk, miközben én mindig azt éreztem, hogy egységes Oroszország, hát van az a végtelenül finom irodalom, kultúra, zene, értelmiségi réteg, amit én szinte irigylek, mert hogy Magyarországon ezt kevésbé érzékeltem, a kultúrának ezt a kifinomultságát, azt, hogy elmegyek egy értelmiségi összejövetelre, és akkor ott a gyerekek fantasztikus színvonalon komoly zenét játszanak, és akkor ez szépen meg van komponálva az egész este, és minden olyan finom, olyan kultúrált, és ezt mindig irigyeltem, meg hát csodáltam az orosz kultúrának, irodalomnak, meg zenének, meg színháznak bizonyos rétegeit, miközben döbbenten láttam, hogy az a politika, amit ez az ország kitermel magából, az egyszerűen undorító, mint hogyha valóban egy másik nép telepedett volna rá már régóta a politika szintjén. Tehát én Oroszországot összességében nem szerettem soha. Tehát ez a könyvem nem szerelmes regény Oroszországhoz. Orosz nőkhöz, kultúrához, irodalomhoz, írókhoz, igen. Úgyhogy ennyit erről röviden, de mi is volt a kérdés? Nem csak, hogy ez mennyit változott a viszonyod a kultúrához. Nem csak bennem, sok olyan oroszos barátom van, akiben ez, ami most történik, az bizonyos dolgokat megváltoztat. Tehát azért mondjuk máshogy olvassuk, vagy én is máshogy olvasom egy kicsit az orosz klasszikusokat. Szó nincs arról, hogy azt mondanám, hogy mondjuk az orosz klasszikusokat lelkét nagy bűn terheli azért, mert valahogy elhintették az orosz népben ezt a birodalmi gondolkodást, de óhatatlanul az ember úgy olvas még orosz klasszikusokat is, hogy hol van bennük az, ami valamiképpen összefügg a mostani orosz propagandával, és amikor ilyet talál az ember, mondjuk Dosztojevszkijnél, az most még fájóbb. Tehát én Dosztojevszkijt nagyon szerettem mindig, az egyik kedvenc írom volt, és korábban úgy voltam vele, hogy oké, nagyon jó regényeket írt, és a publicisztikájában meg itt ott a regényeiben, és vannak borzasztó gondolatok. Oké, hát vannak. De ezt most nehezebb megbocsátani, akár Dosztojevszkijnek is, hogy vannak ezek a gondolatok. De hogyha ne csak az irodalomról beszéljünk, ugye a Bécs Rádióban volt ez a műsorom, az orosz zenéről, az orosz rock zene történetéről, aztán az újabb zenéről, és akkor ott bemutattam a hazafias rockereket is időnként. Csak hogy hozzátartozik a kép teljességéhez, hogy vannak ezek a hazafias rockerek. Hát jó, vannak, hát jó zenét játszanak, időnként, mit tudom én, pánszláv gondolatokat fogalmaznak meg a zenéjükben, ez olyan érdekes, hogy ez is van. Hát most már nem érdekes, most már borzasztó. Tehát úgy érzem, hogy ezek a hazafias rockerek, hát biztos, hogy nem játszanám őket. Most már nincs meg ez a műsorom, de... Tehát, hogy akkor tulajdonképpen az, mert ugye erre is ki akartunk térni értelemszerűen, csak hogy de jól kapcsolódik, hogy
hogy van egy ilyen bojkott hullám, amiről ugye lehet tudni, művészek fellépéseit mondják le, vagy a háború kezdete óta, ugye az is felmerül, itt-ott nem tudom, már valóságá vált, hogy akár klasszikus szerzőket nem kiadni, akkor lehet, hogy ebben van valami, hogy mondjam, tehát, hogy ennek van jogosultsága, hogy így reagál a világ, akár a kulturális termékekkel szemben? Nehéz kérdés, és az a helyzet, még a műsor előtt úgy beszélgettünk, és mondtam, hogy az kényes a téma, mert az a tapasztalatom, hogy szinte mindenki, aki megszólal ebben a témában, az tudja a tutit. Tudja, hogy ki a bűnös, tudja, hogy hogyan kellene befejezni a háborút. Nekem gőzöm sincs. Az, hogy ilyen nagyon primitíven, hogy Putyin bűnös, az egyértelmű. És hogyha valakivel vitatkozom, hogy hát ez olyan primitív, hogy a Putyin a bűnös, meg mit tudom én, hát azért sokkal bonyolultabb összefüggések vannak. Igen, nagyon bonyolult összefüggések vannak. Egy csomó mindent nem tudok róla, annak ellenére, hogy nagyon sokat olvasok, hogy megértsem, hogy mi vezetett el ide, de az, hogy a Putyin nem csak a század leggyűlöltebb politikusa lett, hanem egy tömeggyilkos, és hogy alapvetően az ő bűne az, amit most folyik ebből nem engedek, ez talán az egyetlen olyan dolog, amiben biztos vagyok, de az összes többiben, hogy hogyan lehetne befejezni a háborút, hogy most hogyan kellene a világnak viszonyulnia az orosz irodalomhoz, kultúrához, ebben nem vagyok biztos. Nincsenek nagyon határozott elképzeléseim, véleményeim arról. Amikor hallunk egy-egy ilyen esetről, hogy valamilyen orosz zenész nem léphetett fel valahol, erre tudok példákat mondani, de most ezt hagyjuk, vagy hogy az orosz sportolókat kitiltják a nemzetközi versenyekről, vagy hogy az orosz irodalmat most nem akarják kiadni, meg nem folytatják az együttműködést az orosz kulturális intézetekkel, meg ilyesmi. Hát akkor egyrészt erre azt lehet mondani, hogy pszichológiailag érthető, sok olyan ország van, ahol ez a reagálás például a baltikumi államokban pszichológiailag érthetőnek nevezem ezt a reagálást, és azt is hozzátenném, hogy majd, hogyha vége lesz a háborúnak, akkor megnyugszanak a kedélyek remélhetőleg, az bár az Isten tudja, mikor lesz vége, és akkor nyilván nem fogják bojkottálni az orosz kultúra egészét azokban az országokban sem, ahol most vannak ilyen törekvések. Most egyelőre az, hogy esetleg egy orosz klasszikus nem adnak ki, akit korábban kiadtak, vagy terveztek kiadni, vagy egy mai orosz írót, akit korábban kiadtak, most nem adnak ki, Istenem. Ez semmi ahhoz képest, ami Ukrajnában folyik. Tehát ez egyszerűen összehasonlíthatatlan az a két dolog. Nem hiszem, hogy ez olyan iszonyatosan nagy probléma lenne a világban. Nálunk meg nem is nagyon van ilyen probléma, mert mi Magyarországon nem bojkottáljuk az orosz irodalmat, orosz kultúrát, bár ezt is úgy most nagyon sommásan mondtam, ezt is lehet árnyalni, hogy akkor nálunk mi a helyzet. Az biztos, hogy egy kicsit átértékelődik sok minden az ember fejében, az olyan ember fejében, aki az orosz irodalommal, kultúrával, zenével, színházzal régóta foglalkozik, és most nem is annyira magamról beszélek, mert én azért elég régóta már inkább kiadóvezető vagyok, mint az orosz irodalom, vagy a politika, vagy kultúra szakértője. Tehát én az orosz irodalmat azért elsősorban kiadói szemmel nézem, nem olvasok el nagyon sok mindent, nincs is időm rá, tehát nem tudok mindent. Mindent senki sem tud, de az orosz kultúra szakértőjéhez képest én azért viszonylag most már kevesebbet tudok arról, hogy ott mi folyik. Említetted Magyarországot, hogy itt mi a helyzet, de hogy ugye korábban nyilván a történelmi tények és kényszerűségek okán az orosz kultúra
hát széles körben ismert volt, mert hogy oktatták a nyelvet is, olvasták, hogy ez mennyiben változott most? Mert azt látjuk, hogy hogy a kormány kommunikációs irányváltásait, vagy ideológia irányváltásait követi egy bizonyos szavazóbázis, vagy szavazótábor, de vajon, és ezért most a magyar társadalom egy része világosan és egyértelműen orosz pártivá vált, már ami a háborút illeti, de hogy vajon ez a kultúra elfogadását, vagy befogadását tekintve, hogy néz ki, hogy mennyire ismert ma az orosz kultúra, mennyire ismertek akár a klasszikusok még, és mennyire követi a magyar olvasóközönség mondjuk az általad korábban említett kortárs szerzőket. Tehát, hogy olvasnak az emberek, ismerik Magyarországon az orosz kultúrát? Most nagyon nehéz erről általánosságban beszélni, mert hát itt nagyon kicsi példányszámokról van azért szó. Tehát, hogy az emberek is, hát nem ismerik természetesen, hogy az emberek nem. Az az értelmiségi réteg, amelyik olvas, mennyire olvas orosz irodalmat, hát nem nagyon. Tehát van egy-egy kivétel. Ulickaja nagyon népszerű régóta, de Ulickaján kívül azért nem sokan olvasnak orosz irodalmat, még azokat sem, akik bizonyos értelemben Magyarországon is kultikus szerzőknek számítanak, tehát egy Pelevin, egy Glovszki, egy Szorokin könyv megjelenik, akkor azt sokan várják, de sokan ezt idézőjelbe teszem, tehát hogy van mondjuk 5-600 ember, aki nagyon várja az új Szorokint, új Pelevint, új Glovszkit, de a példányszámok egyébként csökkennek. Most nem tudom, hogy mennyiben a háború hatására, de még a Pelevin Ájfak Teny című regény azért jó pár ezer példányban megjelent, nem tudom, 5 évvel ezelőtt. Azóta folyamatosan csökken a Pelevin kötetek fogyása, és pár nappal ezelőtt kaptam egy olvasótól egy levelet, hogy miért nem adtuk ki a két újabb Pelevin regényt, és hogy nem szép dolog, hogy mi is bolykottáljuk az orosz irodalmat. Szó sincs arról, hogy bolykottálnánk, de Pelevin 2 évvel ezelőtt megjelent könyvéből el tudtunk adni mondjuk 800 példányt, ez vastagon veszteséges. Nekem nyilván az egész Pelevin életművet kiadtam, eszembe nem jut nagy pont Pelevin bolykottáljam. Miközben jóval a háború előtt azért én hoztam olyan döntést, hogy amikor az Helikon kiadóhoz kerültem, és ott volt Jurij Poljakov, hogy nem. Az egyik feltételem, hogy Jurij Poljakov nem lesz. És miért? Jurij Poljakov egy nagyon jótollú író, de a rendszer lelkes támogatója volt mindig. Akinek az egyik fő gondolata az volt, főleg az interjúiban, de ez azért a könyveiben is azért megjelent itt-ott, hogy szakítani kell azzal a hülyeséggel, hogy a szovjet múltat befeketítjük, mert hogy az igazából nem is volt csúnya, sőt nagyon szép volt a szovjet múltunk, nem szovjet ellenes irodalmat, meg orosz ellenes irodalmat kellene most már írni, meg kiszolgálni a nyugat érdekeit ezzel az irodalommal, hanem igazi hazafias irodalmat, amiben a dicső szovjet múltat is megfelelően ábrázoljuk. Egy kicsit antiszemita is volt Jurij Poljakov, nem nagyon durván, de azért... Mennyire? Tehát én azt mondtam, hogy én egy ilyen írót nem akarok kiadni. Ezt lehet azt mondani, hogy én akkor már jobban a háború előtt bojkottáltam a rendszer, párti rendszer, hű, rendszert kiszolgáló orosz irodalmat. Igen. Ez így volt. És egyébként, hogyha már ez szóba került, mekkora az a réteg Oroszországban, az az értelmiségi vagy művész réteg, amelyik kiszolgálja a rendszert, vagy amelyik mondjuk lelkes támogatója, vagy Vlagyimir Putyinnak, vagy egyáltalán van-e ilyen jelentős vagy számottevő művész csoport, vagy művész alakulat, akik? Hát amit erről tudni lehet, és mondom, nem nagyon sok mindent nem tudok. Jók a kérdések, de nyilván nem tudok pontosan válaszolni sok mindenre. Azt lehet tudni, hogy
a háború kitörése után nem sokkal megjelent egy nyilvános levél a különleges katonai művelet támogatóinak nyílt levele, amiben nem tudom hány orosz író, de nagyon sok orosz író szerepelt már az aláírásával, és ezek között az orosz írók között én talán két vagy három olyan nevet találtam, aki nem világszerte ismert, de számomra ismert, mint elég jelentős orosz írók, sem voltak világszerte kiadott orosz írók, de nyilván hát rengeteg író van Oroszországban, és ezeknek egy jelentős része támogatta a háborút, a különleges katonai műveletet, de gyakorlatilag egyetlen egy jelentős nyugaton elismert világszerte kiadott író nem volt ezek között, és az irodalmi életben a szinte minden jelentős orosz író vagy elhagyta Oroszországot, és úgy szólalt fel nagyon keményen a háború és a Putyin rendszer ellen, vagy hogyha Oroszországban maradt, akkor valahogy nagyon finoman, mint Guzeljakina például jelezte, hogy nem ért egyet, de hát Oroszországban ezek nem lehet olyan nyíltan beszélni az új törvények miatt. A Jevgenyi Vodolászkin például, aki világszerte kiadott író és az orosz irodalom új sztárja körülbelül 10 éve, ő egyáltalán nem szólal meg, tehát abszolút a hallgatást választotta, azért lehet tudni, hogy mi a véleménye, de mintha nem tudnánk, mert ő a hallgatást választotta, és ami az orosz kultúra egyéb részeit illeti, hát mondjuk a zenéről van több ismeretem, az orosz, akár az orosz rockzene nagy öregjei, kis kivétel nélkül a háború ellen szólaltak fel, és nagyon sokan most Nyugat-Európában koncerteznek, és nem mennek vissza, és nem is mehetnének vissza már Oroszországba. Az újabb, nevezzük így, posztmodern vagy konceptualista könnyű zene, nem könnyű, ez egy nagyon súlyos zene, képviselői, mint például a Short Paris együttes, amelynek nemrég volt koncertje Budapesten, hát ők is a háború ellen léptek fel, és ami meglepett, hogy az a Kincsev nevű nagy hazafias rocker, akitől mindenki azt várta volna, hogy ha valaki, akkor ő a háború mellé áll, hát ő se állt, ő nem, hogy ő hallgat, és de nem támogatja a háborút. A zenéből azok a popzenészek, esztrádzenészek, akik korábban is a rendszert támogatták, és baromi sok pénzt kerestek, így ők persze kiálltak. És egyébként ezt a helyzetet most úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk egy neves író, aki ott is népszerű, világszerte is népszerű, helyben mondana valami nagyon negatívat, akkor őt konkrétan börtönbe zárnák? Tehát ez menetrendszerű, vagy azért ennyire még nem, hogy mondjam, direkt a retorzió, vagy durva a rendszer? Nem tudom, tehát ők se tudják. Tehát a biztonság kedvéért jönnek el inkább, mert ki tudja, hogy... Az biztos, hogy olyan, hogyha valaki olyan durván szólalna meg Oroszországban, mint ahogy Luhovszki, Szorokin, Ulickaja, Akunyin, Dmitrij Bikov külföldön élve megszólal, hát annak a mai orosz törvények szerint nagyon súlyos következményei lennének. Amikor az orosz rockzene egyik nagy öregje, Yuri Shevchuk egy koncertjén két dal között azt mondta, hogy barátaim, tudnotok kell, hogy az szeretet nem azt jelenti, hogy Putyin segít, nyaljuk, mint masszírozzuk, vagy mit hogy fogalmazott. Utána őt ugye bíróság elé állították, és végül is 40 ezer rubel büntetés kapott, de az igazi büntetés az, hogy most már nem koncertezhet. Guzeljakina
akit ugye a Helikonnál kiadunk, már három könyve megjelent magyarul. Soha nem írt semmit, ami a rendszerrel kapcsolatos, mert történelmi regényeket ír, mind a három regénye a bolsevik forradalom utáni években játszódik, de ő valami, hogyan megfogalmazta finoman, azt, hogy nem ért egyet a háborúval. Hát azt hiszem, én se tudom, valószínűleg még ő se tudja, hogy ennek milyen következményei lesznek. Én néhány nappal ezelőtt láttam egy posztot, de óvatosan beszélek erről, mert az Isten tudja, hogy mi az igaz, mi fake, mi az, ami félig igaz, de igazából senki nem tartja be Oroszországban, csak van egy ilyen, senki nem tudja, hogy most mi a helyzet, és hogy a cenzúra most mennyire kemény, a büntetések mennyire kemények, mennyire kell félni, mennyire kell óvatosnak lenni. Ez a Facebook ismerősöm posztolt egy olyat, hogy volt egy csomó könyve, egy könyvtárnak a fölösleget oda akarta ajándékozni, és a könyvtárban látott egy listát arról, hogy kik azok az orosz szerzők, akiknek a könyveit ki kell venni az állományból, és akitől nem szabad többet vásárolni az állományba, és ott volt például Guzer Jochina is ez a listán, meg Orwell is mellesleg. Igen, ez érthető. De hogy ezt mennyire tartják tiszteletben, vagy ez mennyire egy hivatalos állásfoglalás, vagy könyvtár részéről egy túlbuzgó könyvtár vezetőnek a döntése, nem tudom. Tehát én ugye mióta, nem a háború volt, hanem mióta világjárvány volt, vagy elkezdődött, azóta nem jártam Oroszországba, tehát nem, és nem is nagyon fogok, amíg ez a rendszer fennáll. Tehát nekem nincs, nagyon sok mindenről azért nincsenek személyes élményeim most már, és amit meghallok ettől, attól azok meg nagyon ellentmondásosak. Most éppen azon dolgozom, hogy egy kb. 600 oldalas antológiából, ami Péterváron jelent meg, nem olyan régen, bár már tavaly év vége felé azt hiszem, az izdátyvesza Ivana Limbacha gondozásában, van 600 oldalnyi vers, körülbelül több mint 100 orosz költőnek a versei. Ezek az orosz költők, mondjuk a fele ezeknek az orosz költőknek Oroszországban él, a másik fele meg szerte a világban, mert vagy elhagyták a háború miatt Oroszországot, vagy eleve külföldön éltek, Ukrajnában, balti országokban, Nyugat-Európában, Izraelben, Amerikában. Ez összes vers a háború okozta sok ott próbálja feldolgozni, tulajdonképpen egy kicsit ilyen terápiás versekről van szó, és ez a kötet nagyon, nagyon kemény, nagyon durva versekkel. Tehát itt ezek a költők azért nem nagyon finomkodnak. Tehát nem érzem azt, hogy hát ez azért ilyen, mert hogy nem lehet igazából kimondani, amit gondolnak. Kimondják, abszolút. És ez kemény, meg is kemény versek. Ez a kötet megjelent. Úgy tudom, hogy nincs könyvesbolti forgalomban, de a kiadónál meg lehet vásárolni. Most, hogy milyen következményekkel jár ez a kiadóra nézve, és milyen következményekkel jár ez a költőkre nézve, ezt például nem tudom, tervezem, hogy írok ezeknek a költőknek, miközben jogot kérek tőlük a publikálásra, mert több helyen akarok, vagy egy-két helyen szeretnék publikálni ezekből a versekből valamennyit. Tehát még nem tudom, tervezem, hogy megkérdezem tőlük, hogy de akkor ez hogy van? Mert az is lehetséges, nem tudom, hogy vannak az továbbra is a szabadságnak ezek a szigetei Oroszországban, azért nem Észak-Koreáról van szó, nyilván azt látjuk, hogy a korábban azért viszonylag szelíd autokráciából, egy olyan autokráciából, amelyik azért gyilkosságokra is vetemedett olykor, meg gyilkos kisebb háborúkra is vetemedett olykor, de alapvetően egy hogy mondjam, racionális gondolkodású autokratikus rendszer volt. Az most azért kívülről nézve elég gyorsan válik egy totalitárius diktatúrává, de egyébként nagyon sok jel azt mutatja, például ez a költészeti antológia, hogy a szabadság szigetei továbbra is
léteznek kisebb vagy nagyobb szigetek, mint például a költészet, hogyha az egész háború ellenes, meg Putyin ellenes orosz költészetet. Azt hiszem a szabadság egy elég nagy szigetének lehet nevezni, hogyha ez így van, hogyha ezeket az embereket nem érzi, nem éri retorzió, mert lehet, hogy a rendszer úgy működik, hogy ugyan kit érdekel, hogy pár száz ember most milyen verseket olvas. Igazából nem is értjük, hát a verseket nem olyan könnyű értelmezni, igazából nem is értjük, miről szólnak. Jó, valami háború ellenes néhány száz ember olvasa nem számít. De azt is lehet gondolni, hogy a rendszert kiszolgáló emberek között is nagyon sok olyan lehet, mondjuk olyan emberek között, akik valamiképpen cenzorként működhetnek ebben a rendszerben, ugye különböző szinteken működhet a cenzúra is, meg az öncenzúra is. Itt a öncenzúrát egyébként ezeknél a költőknél, mint ahogy már mondtam, nem éreztem egyáltalán. Tehát lehet, hogy sok ilyen kulturális csinovnyik is úgy gondolja, hogy valahogy ki kell bekkelni az őrületnek ezt az idejét, én a lehető legkevesebbet akarok ártani, mondjuk muszáj a Jurij Sevcsukot megbüntetni, de a lehető legkisebb büntetés 40 ezer rubel, azt bárki ki tudja fizetni. Nem tudom, hogy és nyilván ebben a helyzetben annyiféle egyéni stratégia, túlélési stratégia és karrier stratégia létezhet, hogy nagyon, mivel nem is vagyok ott, ezért nagyon nehezen tudok erről bármit általánosan mondani, mert szinte ahány ember annyiféle stratégia van most az életben, hogy meg annyiféle elképzelés arról, hogy ennek hogyan és lesz vége, és mi lesz utána. Most szóba került, hogy nem csak az orosz kultúra, de a sportolókat is távol tartják a legtöbb versenytől. Ugye a teniszben van, talán a tenisz az egyetlen, ahol vagy az kevesek egyik el elindulhatnak, és fölmerült, hogy vajon az olimpián akkor szerepelhetnek, és hogy hogy van egy ilyen ötlet is, hogyha megtagadják a háborút, a putyini rendszert, végső soron megtagadják Oroszországot a jelen formájában, akkor talán engedélyezhetik. És azért ennek az abszolútását már így is érezzük, de hogy ez azért nagyon sok helyen felvet hasonló dilemmát, hogy és nyilván ez is, ahogy mondtad most az előző válaszodban, hogy ahány ember, annyi stratégia, de hogy itt akkor azt is látjuk, hogy egyrészt meg kéne tagadniuk, vagy aki úgy gondolja, hogy megtagadja a háborút, az nyilván kritizálja a putyini rendszert, de közben Oroszország mégiscsak a hazájuk, ami ezt a dilemmát, hogy egészen más nagyságrendben, de mi is ismerjük, ugye, hogyha a kormányt, a magyar kormányt vajon azonosítják-e Magyarországgal, és akkor mi vajon Magyarországként Orbán Viktor vagyunk-e, vagy... Tehát, hogy Oroszországban ezt hogy látod, hogy el lehet különíteni, vagy az orosz emberek számára ez mennyire nem tudom, problémás vagy tragikus elkülöníteni a putyini rendszert attól az Oroszországtól, amit nyilván nem akarnak megtagadni, hogy ezt a dilemmát föl lehet valahogy oldani? Erre is ugyanazt tudom mondani, hogy ez egy nagyon bonyolult pszichológiai folyamat, és különböző embereknél más és más. Én azt például tudom, hogyha a feleségemmel beszélgetek, akkor nagyon érzékenyen reagál arra, hogyha a háborúval kapcsolatban, vagy általában a Putyin rendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazok, hogy Ruszkije, az oroszok. És akkor mindig kijavít, hogy nem az oroszok, nem Ruszkije. Putyin, illi Gyivó Ármia. Ezek nem az oroszok. Ő nem hajlandó úgy beszélni erről, hogy az oroszok követik el ezeket a bűnöket, hogy az oroszok felelőssége. Ez Putyin, meg a putyini vezetés, meg a Putyint kiszolgáló propagandisták, meg a... Tehát ő a saját fejében abszolút elkülöníti ezt a két dolgot, hogy vannak a jó oroszok, akik szemben állnak a háborúval, és a rosszak, akik Putyinhoz kapcsolódnak, Putyin szolgálják ki, a rendszer szolgálják ki. De van egy tehát ez azt hiszem logikus, tehát pszichológiailag ez egy logikus válasz erre a helyzetre, de van egy nagyon jellemző és egyre jellemzőbb attitűd, nagyon sok oroszban, és a versek között is van egy. Hogyha esetleg érdekes lehet egy ilyet, mert ez egy érdekes téma, fel is olvasnék. A szélsőséges
a számomra is már a bizarr módon szélsőséges megtagadása az orosz, a saját oroszságának sok művész részéről, meg mindennek, ami orosz. Tehát oly mértékben bűnösnek érzi magát az is, aki eddig szemben állt a rendszerrel, bírálta, tüntetett, de most olyan lelkiismeret furdalás gyötri az oroszok egy részét, az orosz, főleg orosz művészek egy részét és orosz költők egy részét, hogy szélsőséges formában fejezik ki ezt a ezt az lelkiismeret furdalást. Mindjárt megtalálom, mert elég sok verset, de ezek még kicsit nyers fordítások, mert igen, ez Tatjana Voltskaja, az egyik legjelentősebb orosz költőnő könyve, egyébként verse. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy ebben az antológiában az orosz költészet szinte minden jelentős alakja szerepel. Mm. Tehát egy ilyen szempontból egy nagyon reprezentatív antológia. Azt felolvasom a verset. Kislányt erőszakoló katona. Pilátus, ki a kezét mossa, úgy nézi a kereszten Ukrajnát. Az orosz Ádám, lám, sikerületlen, lopja a szajrét. Újját teremtem, súgja a fazekas, és kicseréli az agyagját, mely büdös, kukacos. Teremtsd újra a paradicsomot, régi majrákta, ami száraz, gonosz, égesdel, folyó, vaskerítések, barakház, pályaudvar, s én az alatt szakítok földemmel. Része vagyok bárhogy csűrt csavart a szörnyetegnek, mely öklében kifacsart mindent, mi meleg, eleven, s ezért cserélj csak ki. Ves el, meg se nyikkanok. Nincsen könnyem. Kinyírhatsz engem könnyen. És ez csak egy példa, tehát ilyen szélsőséges az saját oroszságának a szélsőséges megtagadása is jellemző nagyon sok orosz művészre, költőre főleg. Bocsánat, csak hogy egy picivel visszalépve, hogyha ugye azt is sokszor halljuk, hogy abszolút laikusként, hogy mennyiben szövi át az ukrán kultúrát az orosz nyelv, a nyelvek közötti váltás, és viszont, hogy ezt hogy képzelhetjük el, hogy meg, tehát, hogy ha, most nem csak a birodalmi, meg a szovjet múltra, de hogy mennyiben hat az orosz kultúra az ukrára, és viszont, és hogy szövi át ezt? Tehát, hogy mennyire választhatjuk el, vagy mennyire mennyire lehet éles ez az elválasztás, hogy eddig tart az ukrán kultúra, itt kezdődik az orosz, és akkor ez valóban egy jól szeparálható, vagy ez abszolút nincs így? Ez egy olyan nagy kérdés, hogy félek bármit röviden mondani róla. Nyilván ez a mai ukrán gondolkodásnak az egyik legfontosabb kérdése, hogy hol kezdődik az ukrán kultúra, hol végződik, illetve az ukrán és az orosz kultúra határterületeihez hogyan viszonyuljunk. Ez is olyan, hogy ahány ukrán írót olvasok, annyiféleképpen gondolkodnak erről a kérdésről, és mivel én keveset jártam Ukrajnában, és nagyon kevés a saját élményem, igazából azt se tudom, hogy melyik vélemény állna hozzám a legközelebb a saját tapasztalataim szerint. Azt sokszor halljuk, hogy Ukrajnában a nyelvtörvénynek, amiről ugye magyar sajtóban is, ugye a magyar kisebbség miatt nagyon sok szó esik, az egyik nagyon fontos motiváció, kiváltó oka az volt, hogy az ukránok úgy érezték, hogy az orosz nyelv fenyegeti az ukrán, tehát hogy az orosz nyelv kiszoríthatja, elpusztíthatja az ukrán nyelvet, ugye ahogy az angol kiszorította az írt Írországban, és nálunk is volt valamikor, amikor mi voltunk éppen a történelmi fejlődésünknek abban a fázisában, hogy,
hogy létrejött a nemzet, és reformkor, és akkor minden magyarrá változott, és akkor volt egy ugye veszély, hogy akkor a magyar nyelvet kiszorítja a német. Tehát ez pszichológiailag, megint csak azt mondom, pszichológiailag érthető dolog, hogy az ukrán hazafiak, akik a nemzetépítésnek ebben a lelkes, passzionárius szakaszában voltak, tehát ezt úgy kell elképzelnünk, mint amilyen, egy kicsit szerintem, mint amilyennek mi voltunk a reformkor alatt, hogy ők a saját nyelvükért harcolnak. És ugye itt a történelmi korszakok egy kicsit, hogy mondjam, elcsúsznak egymástól. Tehát hogyha úgy képzeljük el ezt az egészet, hogy ez egy olyan korszak az ukránok számára, mint a mi reformkorunk volt, akkor bizonyos értelemben érthető, és majdnem azt mondom elfogadható a nyelvtörvény, meg az ukrán nyelvnek a mai európai gondolkodás számára szempontjából már nem egészen PC, nem egészen elfogadható túltolása. De ők nem abban a korban élnek, mint Nyugat-Európa. Ezt nagyon gyakran nem vesszük figyelembe. És ráadásul, hogyha nem lett volna a folyamatos fenyegetés Oroszország részéről, akkor azt mondhatnám, hogy jó, hát azért meg kellene érteniük az ukránoknak, hogyha az Európához akarnak tartozni, akkor el kell fogadniuk az európai politikai korrektség játékszabályait, de hogy és abban belemenni, hogy most az orosz fenyegetés alapvető motivációja az volt, hogy Ukrajnában beindult ez a hazafias reform mozgalom, a saját ukrán nyelve védelme, vagy azért indult be, mert volt eleve egy ilyen állandó fenyegetettségérzés, hogy melyik volt ez, mondjuk erről gondolkozni, és egy kicsit abszurd és hülyeség. Bár nem tudom. De nem akarok mélyebben ebbe belemenni. Az biztos, hogy az mai ukrán kultúra az egyre inkább ukrán nyelvű, természetesen, és sok olyan ukrán, aki korábban azért inkább az orosz nyelvet használta, természetes módon nyelvet váltott, és most már nem nagyon hajlandó oroszul beszélni, ez írókra is érvényes, de továbbra is vannak olyan jelentős ukrán írók, alkotók, akik teljesen természetesen az orosz nyelvet használják, például Kurkova, legismertebb vagy legnépszerűbb ukrán író, mondjuk ismerjük Zsadánt, meg Andruhovicsot, meg Oksana Zabuskót és Kurkovot, mondjuk ez a négy ismert ukrán író van. Nyilván vannak többen is, de a négy legismertebb. De közülük Kurkov továbbra is oroszul ír. A Helikonnál kiadtam egy harkovi írónak a naplóját, a háború első hónapjairól, őt Gerasimovnak hívják. Ő ezt a naplót angolul írta, de egyébként a könyveit korábban orosz nyelven, és mondjuk úgy, hogy ő egy orosz-ukrán író, aki azért most már egyértelműen ukránnak tekinti magát. Nyilván a Kelet-Ukrajnában azoknak az embereknek, akik korábban nem tudták eldönteni, hogy ők igazából oroszok vagy ukránok, most dönteniük kellett, és ki így, ki úgy döntött, nem tudom. Mivel nincs elég tapasztalatom, és nyilván felméréseket most ebben a helyzetben ott nem lehet végezni, nem tudom megmondani, hogy most százalékosan ez vajon hogy néz ki, hogy többen választották az ukrán identitást, mint az orosz, nem tudom. Ez ugye azon meglepődött a világ talán, meg ahogy lehet olvasni maga Putyin is, hogy ennél nagyobb orosz pártiságot várt akár azokon a területeken. Ez biztos, tehát ez mondjuk úgy, ez, amennyire bármit ténynek lehet tekinteni, ezt azt hiszem ténynek lehet tekinteni, hogy azért sokkal többen választották az ukrán identitást, mint ahogy azt a háború előtt a putyini vezetés elképzelte. Igen. És mondjuk a kulturális életet, sok mindent említettél az oroszok reakciója kapcsán, de hogy azt is láttuk, hogy az elmúlt évszázadokban azért elég
tehát hogy talán mondhatjuk, hogy ennél is nagyobb kataklizmákat élt át az orosz kultúra, hogy ezt most, ezt a jelenlegi háborút, nyilván a kimenetelétől is függ, de amit eddig tudunk, vagy amit eddig láttunk belőle, ez véleményed szerint mennyire befolyásolja az orosz kultúra állapotát, tekintve, hogy mondjuk a leghíresebb szerzőik már nyugaton élnek, nyilván ez hatása lesz, de hogy mi lehet ennek a kimenetele az orosz kultúra szempontjából, vagy az orosz irodalom szempontjából? Lehet ez egy cezúra, lehet egy hogy valami egészen új korszak kezdődik, vagy azért, ahogy ezt az elmúlt századokban is láttuk, azért az orosz kultúra ezt túléli, ezeket a politikai és háborús viszályokat? Fogalmam sincs. Tényleg nem sok mindent tudok mondani, mert nyilván valamit tudok. Tehát az például csak egy apró érdekesség, hogy a Oroszországban a legjelentősebb irodalmi díj a Balsaja Kniga, nagy könyv. Ez minden évben óriási érdeklődés mellett, promóció mellett zajlik a könyvek kiválasztása, és akkor a díjak odaítélése, erről az emberek vitatkoznak, ez mindig nagy ügy. És a legutóbb, ugye 2022 végén ítélték oda ezt a díjat, a három díjazott mindegyike ilyen inkább dokumentarista vagy irodalomtörténeti és régi játszódó könyvet írt. Tehát szóba sem került az, hogy valami olyas könyvet próbáljanak díjazni, ami valahogy a jelenkort dolgozza fel. Az első helyen Pavel Baszinszky végzett az Anna Kareninára szóló könyvével, a második helyen mindjárt megnézem, mert ezt le is írtam, azt hiszem magamnak, Alexei Varlamov Rozanovról írt könyvével, a harmadik helyen meg Szergej Beljajev a Cvetajeva fiáról szóló könyvével. Mind távoli múltban játszódó és nem fikciós regény. És a másik legfontosabb díjat, a Nacbestet, Nacionálni Bestsellert, azt ki sem osztották tavaly. Tehát azt közölte ez a szervezőbizottság, hogy nem olyan időket élünk, hogy most ilyen díjakat kellene osztogatni. Az biztos, hogy cezúra lesz. Tehát, egyelőre még fogalmunk sincs, hogy milyen próza születhet, milyen prózai művek születhetnek Oroszországban, amelyek valamiképpen azt dolgozzák fel, ami, ha nem is most a háborúban, de ami az 21. században, az új évezredben történt, az egész Putyin rendszer, a diktatúra kialakulása, meg ezt az egész folyamatot feldolgozó, milyen új prózai művek születhetnek egy olyan helyzetben, ahol azért eléggé totalitáriussá vált a rendszer, és azért nagyon kemény törvények vannak, meg nagyon kemény cenzúra, tehát fogalmam sincs, hogy milyen lesz az új orosz próza. És hogy meg az se, hogy a most emigrációban külföldön élő orosz írók mit tudnak erről írni, mert Gluchovszkijjal nem olyan régen beszélgettem, ő azt mondta, hogy ő prózát most nem tud írni, tehát egyszerűen nem érzi azt, hogy lenne értelme most bármit is írni. Ő politikai publicisztikát ír, olyan politikai publicisztikát, ami miatt, hogyha haza akarna menni, akkor rögtön letartóztatnák és bíróság elé állítanák. Nem tudom, hogy nyilván minden attól függ, hogy a háború után milyen lesz Oroszország egy hosszú évtizedekre, újból egy totalitárius
rendszerré válik, mint a bolsevik forradalom után, vagy mint ahogy egyesek jósolják, szétesik, felbomlik Oroszország. Én nem, ezt nem tudom elképzelni, de a háborút sem tudtam elképzelni, tehát Oroszország felbomlását nem nagyon érzem azt, hogy ez bárkinek Oroszországon belül bárkinek olyan nagyon érdeke lenne, akár a jakutoknak, akár a csukcsoknak, akár a tatároknak, akár a dagesztániáknak, még azt mondanám, hogy még a kadirovéknak Csecsenföldön se nagyon lenne érdekük az, hogy kiváljanak Oroszországból. Mm. És nagyon nehezen tudom elképzelni ezt a folyamatot, amit egyébként azért mondom, nagyon sok orosz író már jósolt. Tehát ők, amikor erről írnak, akkor ezt írják, hogy ilyen szintekig esne szét, tehát mondjuk Jakutföldön álló. Hát a jó pár olyan orosz posztapokaliptikus vagy futurisztikus orosz regény van, ami ezt a világot írja le, ahol Moszkva központjából van egy kis Moszkóvia nevű ország mondjuk, és a többi az meg külön ország, az régiók leszakadtak. És ugyanakkor van egy, amikor azt mondom, hogy nem tudom elképzelni, van egy olyan nagyon fontos tényező, hogy Oroszország egyébként Ukrajnával együtt már a háború előtt is demográfiai katasztrófát élt át. Na most mondhatjuk azt, hogy Európa egy csomó országa van ugyanilyen helyzetben, hogy folyamatosan és nagyon drasztikusan csökken a lakosság, de azért egy picit mégis más az oroszok helyzete, mert az, hogy nálunk csökken a lakosság, vagy több más európai országban is, annak azért nem valószínű, hogy olyan súlyos következményei lehetnek, mint ennek a folyamatnak Oroszországban, mert az oroszok már most is nagyon kevesen vannak. Tehát azt az óriási területet ők nem tudják belakni. Lassan már irányítani sem tudják. Már a háború előtt is óriási volt ez a demográfiai veszély. Most egy csomó fiatal elhagyta Oroszországot, nagyon sokan meghalnak a háborúban, tehát ez a demográfiai veszély, ez sokkal nagyobb lesz, és mit kezd Oroszország egy megfogyatkozott népességgel, nagyon rossz termékenységi rátával, a kulturális elitjének jó részét elveszítve, amely külföldön él, de a számítógépes fiatalok, számítógép szakértő fiatalok jelentős részét is elveszítve, mit kezd azokkal az óriási területekkel, amikkel már eddig sem nagyon tudott mit kezdeni. Mondjuk ez kulturális értelemben, vagy szellemi értelemben megvan a veszélye akkor, hogy ahogy azt több területen is látjuk, hogy nem tudom, most megint egy sport analógiára, hogy ugye az Ázsiában versenyeznek majd az oroszok feltehetően, hogy megvan a veszélye, hogy akkor kulturálisan vagy szellemileg leválik teljesen Európáról, és az orosz kultúrának az a része, ami nyugatos, tehát azok a szerzők, akiket például említettél, ők mint egy diszidensként képviselik majd valamit, vagy megőriznek valamit, de hogy az orosz kultúra úgy egészében leválik Európáról, és egy ázsiai kultúrává válik, hogyha ez, nem tudom, ez mennyire valóságtól elrugaszkodott. Erre is csak azt tudom mondani, hogy fogalmam sincs. Persze mindennek megvan most a veszélye, nem látunk bele a jövőbe, nem tudjuk. De ennek is megvan a veszélye. Csak hogy az elszigetelődésre is gondoltam, hát, hogy igen, akkor ez merő. Igen. Az elszigetelődésnek is megvan a veszélye természetesen. Hát most, hogyha ne csak ilyen nagy általánosságokban beszéljünk erről, mert nehéz nyilván. Most van egy Institut Peravoda, fordítási intézet nevű orosz szervezet, amelyik elég régóta komoly állami pénzekből az orosz irodalmat terjeszti, népszerűsíti a világban. Óriási terveik voltak, nagyon sok együttműködési megállapodás, természetesen főleg olyan ázsiai országokkal, ahol ez lehetséges, hogy akkor ti kiadtok, mint tudom én, 100 orosz írót, meg mégis kiadunk 100 kínait, meg mit tudom én, ilyen nagyszabású tervek, de hát nyugat felé is nagyon komoly pénzekkel próbálták népszerűsíteni az orosz klasszikus és
új irodalmat, ugye hát ezt politológusok soft powernek nevezik, a soft power kiépítés, amiben egyébként nincs semmi rossz, főleg, hogyha... Mindenki csinálja végül is. Mindenki csinálja, de persze hát az oroszoknak az a feladatuk, hogy a saját kultúrájukat népszerűsítsék, hogyha erre van pénz, akkor inkább erre áldozzák a sok pénzt, mint a hadsereg fejlesztésére, vagy a hadiparra, vagy újabb és újabb háborúkra, ebben abszolút semmi rossz nincsen. Én ugye jól ismerem ennek a szervezetnek az igazgatóját, aki most nem nagyon tudja, hogy mit csináljon. Pénz még mindig van, és úgy tűnik, hogy még adnak is neki pénzt, hogyha ki tud találni jó projekteket, de hát nyugaton, Nyugat-Európában vagy Amerikában ugye nem állnak már szóba bele. Tehát, nagyon beszűkült a mozgástere. Most a terve az, hogy Európából elsősorban Magyarországon fogja népszerűsíteni az orosz irodalmat, erre kap pénzt, és hogy mindenféle tervei vannak, hogy milyen fordítóiskolát hoz létre, meg hogyan, milyen honlapot, ahol az orosz kultúrát, és akkor velem is beszélgetett hosszan, én eleve elmondtam, hogy én nem russzista vagyok, már én könyvkiadó vagyok, nekem erre nincs időm, hogy ebbe részt vegyek, meg azt is elmondtam, hogy különben is most én a hivatalos orosz állami intézménnyel nem fogok együttműködni. Van, aki együttműködik, én őket nem ítélem el, mert abszolút elfogadom azt az érvet is, hogy ne égessünk fel minden hidat, kulturális kapcsolatokat próbáljuk azért így is ápolni. Én úgy vagyok vele, hogy nagyon szívesen beszélgetek veled, meg értékelem, amit csinálsz, de orosz állami szervvel én nem fogok együtt működni. Tehát ő ez az ember, ez az igazgató, aki egyébként egy nagyon nagy műveltségű, nagyon jó ember. Ő most nem tud más csinálni, mint hogyha meg akarja tartani az európai, fenn akarja tartani az európai kapcsolatot valami módon, csak Magyarországon keresztül tudja, mert máshol nem fogadják. Most mi nyilván nem tudjuk közvetíteni az orosz irodalmat nyugat felé, és annak meg nem látom sok értelmét, hogy miközben azokat az orosz írókat, akiket érdemes kiadni, úgy is kiadjuk, nem csak én, mások is, akikre van kereslet, akiket az olvasók várnak, szeretnek, kiadjuk. Most az orosz kultúrát úgy általában népszerűsíteni pont Magyarországon, ahol egyébként sincs különösebb baj vele, mert hogy ugye klasszikusok is megjelennek, mi nem bojkottáljuk a mai oroszokat se, persze, hozzáteszem még egyszer, hogy ez világos legyen, azokat bojkottáljuk, akik a háború meg Putyin mellett kiálltak, de úgy egyébként nem. De olyan sok értelmét ennek nem látom. És mondjuk akkor zárásként talán ez a, legalábbis a mi szempontunkból az egyik legkényesebb téma, hogy ugye az gyakran elhangzik a magyar kormány elleni vádként, hogy Putyin kottájából játszanak, úgy, hogy ajtót nyitnak az Európai Unió felé az orosz kémeknek. Rengeteg bizonyíthatatlan állítás hangzik el, amelyeknek azért, ahogy látjuk, valami valóság alapja talán mégiscsak lehet, hogy ezt hogyan látod, nem feltétlenül, sőt nem politikai szempontból, csak hogy mennyire van benne ez mondjuk a köztudatban, akár Oroszországban, vagy akár az oroszok irányából, akár itt, hogy valóban itt egy... Mondjuk, hogy talán az egészségesnél kicsit erősebb az a Putyin iránti elköteleződése a politikai elitnek. Milyen finoman fogalmaz? Hát próbáltam óvatosan. Hát Oroszországban ez abszolút benne van a köztudatban. Ugye az orosz propagandisták, a putyini propagandisták, meg a háborút támogató orosz emberek nagyon... bírják a magyar kormányt, hát Orbánt, és nyilván ők úgy gondolják, hogy az egyetlen épesző európai politikus, vagy a kevés épesző európai politikusok egyike a magyar kormányfő. Ezt abszolút
de már elég régóta, tehát amennyire én ezt látom, nyilván nem beszélgetek ilyen emberekkel, de ezt az a sajtóból is lehet azért látni, interneten sok helyen tapasztaljuk, hogy igen, nagyon értékelik Orbánnak ezt a kiállását, meg a magyar kormánynak ezt a kiállását, Orbánt barátnak tekintik, és az mindig nagy hír, hogyha Orbán szembe megy valahogy az Európai Unióval, akár a szankciók kérdésében, akár paksi atomerőmű, meg sok ilyen kérdés van. Ugyanakkor meg persze a Putyin ellenes orosz értelmiségiek, hát véleményem most ebben nem megyek bele, de elképzelhető, hogy mi a véleményük Orbánról, meg mi a véleményük az ukránoknak erről a politikáról. Ez egy politikai kérdés, ebben olyan, azt hiszem elmondtam nagyjából, de nem szívesen mennék ebbe bele jobban. Hát szerintem jobban ne is menjünk bele, mert válaszokat sajnos úgysem találom. Nem, úgyhogy, nem. Úgyhogy nagyon köszönjük M. Nagy Miklósnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és önöknek köszönjük a figyelmet. Ahogy ezt minden adásban elmondjuk, kérjük önöket, hogy fizessenek elő a Magyar Hangra, hiszen ez a műsor is, illetve az újság is csak az olvasók támogatásának köszönhetően jöhet létre. Kövessenek minket a Facebookon, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és nézzék a műsorainkat. Köszönjük szépen!